Kim, ott, az ott egy medence. Volt, na mindjárt megnézzük azt is. Ez egyébként a Rákos Csabai Volcsland területe. Hát már szerintem már egy 20 éve bezárt legalább. Nem úgy néz ki, mintha itt bármikor ott volna valami. Hiszen az volt a főbejárat. De ott már nem lehet bejönni, az zárva van. Menjünk tovább. Aztán csak nem az öltöző voltak régen. Szerintem ez lesz az első urbexes videóm. Kommentárral együtt. Ja, sőt egyébként, ja. Ilyet még nem csináltam korábban. Itt WC-k, zuhanyzók, öltözők, ilyenek voltak itt régebben. Aha. Hát, igen, ott is van WC. Néma. Na, hát ez fénykorában egy monitor volt. Jó. Nem piszkáljuk. Ott van egy lépcső. Akkor viszont onnan fentről lehetne képeket csinálni. Ott egy rendőrautó. Majd megállt egy rendőrautó, és kiszállt belőle két rendőr. Ide majd később visszajövünk. Nem valószínű, hogy ide jöttek, de biztos, hogy örülnének, hogyha ott meglátnának fent. Úgyhogy megnézzük addig a medencét. Az ott már a vasútállomás. És ott is van egy luk a kerítésen. Ja. Na, az volt a gyerekmedence. Ez tuti biztos. Igen, ez egy ilyen kis strand volt két medencével. De valószínűleg éppen miatt olcsó is az észre tették. Jön egy vonat. Ilyen közel van a vasútállomás. Másik is a kacsaúszhatóhoz képest legalábbis. Ez itt is már ugye fák nőnek be a belsejébe. Ezt nézzük meg.
azt nézem, megy-e még a videó, de megy. Ez lehetett itt az úszómesternek a helye. Hát és ez meg ma az újmond négy víz. Jártak itt már mások is, az látszik, az érszegefi tisztszék. De tudtam, ezt a helyet már nem őrzik. Na, nézzük csak, mekkora. Hát, olyan jó 180 centis víz lehetett itt. Ez meg a túlfolyója. Egy 180 centis medence, akkor ez olyas, mint egy úszó medence. Na, jobb. Na, nézzük. Na, festék szóló. Grafitisek hagyták itt. Hatalmas területe volt. Nézzünk el erre. Vonat. Egy trax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 7 vagon. Lábad elé túlra. Ellopták a csatornafedőt is. Mert az ember ilyen elhagyatott helyeken mászkál, ó, akkor nem állt óvatos. Arrafele meg már a rákos patak van. Ki van döntve a kerítés? És közben a szél is feltámadt. A kamera a legnagyobb örömére nyilván. Lehet, hogy nem fogtok hallani a szélzaj miatt. Majd ti, akik ezt a videót megnézitek, mert egyszer föl lesz a planetre. Az ipar remek művei. Egy nagy WC csésze. Nagyon mi újság van a hátra.
a vége. De ott is van egy luk a kerítésen. Ott van még egy ház, az viszont tuti, hogy lakott. Csak nem tudom, hogy itthon vannak-e, úgyhogy majd ki később és óvatosan megközelítjük. Egy nagy területen volt az a strand, de már nem voltak medencék. Na, mindegy, menjünk a kidaposott úton. Arra már valaki járt. Először még megnézzük azt a kabrióházat a tető nélkül, aztán fölmegyek oda a kilátóra. De azt hagyjuk utoljára. Ha esetleg a rendőröknek nem tetszik, akkor is legalább akkor a többi megvan, hogyha kizavarnak. Autógumik. Úszómester módéja. Ó, betonpingpong asztal. Igazi szockós. Mellettünk ez már a rakodónak a teteje. Ugye itt van a vasútállomás is. De legalább tehervonat nem jött. Eddig újra nem maradtam volna. Na nézzétek. Ördög is elpuszítottak ezek a betonpingpongasztalok. Lakótelepeken is szokott lenni. Na, ezek ugyanúgy működnek, mint fiatalkorukban. Oho, itt is... És ki lehet menni, és közelebb van a vasút. Nézzünk csak ki. Hát, ha ezt tudtam volna, akkor nem kerülöm meg. Vasútállomás. Ezt minden esetre megjegyzem, hogy itt is ki lehet menni. Ráadásul egy nagy üzés usnáson se kell átmászni, mint a túloldalt, ahol bejöttem. Akna. Azért is biztonságos ebben, hogy kitaposott utak. Itt azért nagy valószínűséggel még nem. Nincs csak, na, mert errefele már járt valaki. Ez fénykorában egy pad volt. És ott van egy kabrióház.
tető az már elveszett róla. Ja, ez itt a kacsaúsztató medence, és kis gyerekmedence, és bokáig érő vízzel, lábmosó. És hát ez maradt még ki. És itt óvatosan, itt biztos, hogy lakott valaki. Úgyhogy... csak vigyázzon. De vannak grafitik is, úgyhogy azért járt itt már más is. Azt a mindenit. Van itt minden. Faszmeg. Karácsonyfa. Meg egy óra. És még ég a tűz. Itt is, ja igen, itt van még egy jobb bejárat. Ja igen, találkoztunk egy itt lakóval, de szerintem barátságos volt, úgyhogy nincs probléma. Ez egy pózna volt valamikor. Itt még könnyebben be lehetett volna jönni. Mindenkit ott jöttem be arrafele az első lukon a kerítésen, és ezt hatalmas a susnyás kellett átmászni. Errefele van még van. Jaj, azok a csövek. Ezeket láttam már korábban is, csak... hát ugye ez egy jó kis... Ez egy pózna volt, valószínűleg itt jött be a villany. Ez pedig itt egy csőhálózat. Biztos, hogy a slanthoz tartozott. Na jó, hát... szerencsére ugye még csak február vége van, amikor még a tél volt, nem is olyan régóta. Így... dadasaktól legalább nem kell tartani, azok még nem aktívak. Nyáron azért nem mennék ilyen, maga biztosan ilyenek közelébe. Volt már miatt futóverseny, hogy egy dalásfészekkel találkoztunk. Már mondjuk az nem ilyen elhagyatott Urbexnél volt, hanem egy vasútvonal mellett, de azért akkor is. Az vagy, hogy a... tudom, hogy... síni csöndben kell az ilyeneket megközelíteni, főleg a legnagyobb nyári kánikulákban, és nagyon fülelve, hogy az ümmögés hallasz, akkor ne menj közelebb, mert a dadás az nem kérdez, csak csíp. Még oda a háztetőre kikelni. Ez egy tehervonat lesz, tuti. Mint olyan hangzott volna, mint elcsattogott volna egy tehervonat. Na, csak hogy engem is lássatok a videóba. Arrafele van az épület, ott az egyik vége, és arrafele van a vasút. Egyébként ja, nem titok, azt is elmondom, hogy hol vagyunk, tehát itt a Rákoscsapa vasútállomásnál, hogyha leszálltok a vonatról, akkor az ott van szembe, és közvetlenül itt van mellett. De mind megtudtam, nem őrzik ezt a területet, tehát ez igazából senkié, vagy aki az nem foglalkozik vele. És hogy igazából gond nélkül be lehet idejönni, senki ne se szarja. Jó, erre már jártunk, akkor itt most lesz egy vágás. Mosógép. Thank you.
ott van még egy kis ház, azt megnézzük. Menjünk be. Aztán a rendőrök még ott vannak, de ahogy egy baleset volt, amiatt helyszínelnek, velünk foglalkoznak. Oké. Ott a kabrióház. Helyes. Strand. Ugye nem, az csak egy tábla. Csak ki. Nem jó, akkor már nincsenek ott. Oké, hát grafitik. És anyamaik. Ott egy festékszóró. Vagy amúgy hát inkább ilyen falakat filkálnak, mint a vonatokat. Vagy egyéb ilyen műemlékeket, vagy házfalakat. Tehát itt nyugodtan lehet grafitizni. És máshol nem kéne, és nem lenne akkor ezzel se semmi baj. Ja, ezen a részen már voltam. Akkor nézzük meg ezt itt. Igen, nézz a lábad elé, Parti. Hát ez itt mi? Ja, jó, nem tudsz bemenni. Oké, meg vagy. Ben vagyunk. Jó, az időnként ránézek a videódai megyek. Én elsődleges a fotózás, a videózás csak olyan elsődleges, tehát az fel van erősítve a kamerára. Így majd utólag visszanézem az eredményt, milyen lett így. De most nem hoztam ezért akciókamerát, meg semmit, ami... Tehát az igazi úgy lett volna, hogyha egy fejkamerát is hozok magammal, de... Azt nem tudtam most elhozni. Nincs más hátra, mint fölmenni. És ez már az utolsó, hiszen már mindent bejártam, amit betudtam itt. Innen szép a panoráma. Az a Lákos Csabai vasútállomás ott mellettünk. A tetőre állunk, ez masszívabb, ez beton. Ott egy vasúti átjáró, az látszik, tehát Solompó fönn van, és a kocsik mennek át, akkor biztos nem fog vonat jönni most. A bárok tető már kicsit nehezebben bírja. És mi viszont erre fogunk menni. Helyes. Fénykép megvan. Ez itt. Barna plusz Anita, tehát 2013 november, tehát itt akkor jártak. Egyszerű fatető álmennyezettel. 2016. Sandy Esti, gondolom, és Petra, hogy Esto, hogy Esti. De 2016. Hát akkor ez nem olyan régi. Nézzük, és akkor innen még egy csúfotót. Helyes. Innen be lehet látni az egészet.
kisebb medence, nagy medence. És ott megy egy busz. Melyik jár el? Ezt viszont majd megnézem, mert lehet, hogy olyan, amelyik jó nekem vissza. Mint erre járnak 276-e. Hát ez vajon micsoda. Az ott meg már az utca. Az a kék kapu lehetett a főbejárat valamikor. És arrafele meg ott a Rákospatak. Ott van egy csatorna, egy Rákospatakból, vagy banyílik, és arra megy. Hát akkor menjünk le, szerintem, mert... Hát akkor ennyi lett volna szerintem a videó vége, így nem már kifele megyek, mindent sikerült megnézni, ami itt van. Hát, grafitisek járnak csak ide. Sajnos sok ilyen régi strandot bezártak. Hát pedig azért ez jó lenne, ilyen olcsó strandként, ha működne nyáron. Cinkotában még egy hasonlót már jártam korábban, de lehet, hogy visszamegyek majd oda videóriportot csinálni. Meg azt is gondolom, hogy miért nem őrzik, mert igazából itt már nincs milyen. Ami érték volt, azt már valószínűleg ellopták, úgyis. Úgyhogy most már semmi értelme nem volna. És ott a kijárat. Lássátok feleim itt a kijárat. Belül felvettem egy elhaladó vonatot. Az Urbex-szerűs itt vége volt. Sziasztok, ennyi volt. Hello.